Szakemberektől pocsék, de ezt direkt nem mondtam. Igen, maradjunk abban, hogy rettenetesen ronda. Nem véletlenül hívtunk téged, hiszen Elvis Presley évforduló van, és a te neved Magyarországon összefűződik Elvis Presleyvel. Sokáig azt mondták, vagy sokan azt mondták, hogy te vagy a magyar Elvis Presley. Elég ellentmondásos jelenség volt ő, nem? Hát igen, nézd, először is ma lenne 58 éves, 10 évvel idősebb nálam. Jártam Amerikában nyáron, és nagyon-nagyon közelről tapasztalhattam. Tehát majd szoktam mondani, hogy találkoztam vele. Ugyanis elrepültem Los Angelesből, barátom jó voltából, Memphisbe is, és 4 napot töltöttem ott. Halálának 15. évfordulóján, és voltam a házban. Félelmetes érzés volt, szóval lenni ott a szobákban, ahol meghalt zongora. Az amerikaiak mai napig, illetve sokan nem hiszik el, hogy meghalt. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis már az évforduló előtt jelentek meg újságcikkek, hogy Elvis most nősült, és tehát természetesen nem akarják elhinni, hogy meghalt. Ez érzésem szerint sajnos meghalt. Valamint van egy nagyon érdekes momentum, hogy a halálának kapcsán csináltak egy dramatizált filmet, amely egy 3 részes film volt, Elvis a gyermek, Elvis az ember és Elvis a király. Most ebben van egy rész, én a 3. részt láttam, akkor értem vissza Memphisből, lejátszák, hogy tulajdonképpen hogy halt meg. Na most szemtanúk szerint többek között a gyermeke is bent volt akkor a házban, tehát többek elmondása szerint Elvis leült az ágyra, és borzalmasan erős rosszul lét jött rá. Azt kell tudni, hogy nyugtatókat és izgatókat szedett, ami drognak számít természetesen, és ettől az orvosbarátaim szerint egy ilyen gyomor ödémát, vagy milyen fenét kaphatott, borzalmas fájdalmai voltak, és a fájdalom csillapított, amit egyszer kipróbálta a kodeint, ami egy borzalmasan erős gyógyszer, mert allergiás volt. Na most azért vagyok én okos, mert közben szakemberekkel is beszéltem erről. És a lényeg az, hogy jött neki ez a roham, és felhívta az orvosát, ezt a görög embert, és mondta, hogy benevegye a gyógyszert, és elküldte az unokaöcsét, egy másik gyógyszert kapott, és volt egy hatalmas doboz, lehet látni, ami tele volt sliktolva gyógyszerekkel, és a fiú beleöntött az egyik üres fakba, és Elvis már nagyon-nagyon rosszul volt, és mellé nyúlt, és újra a kodeint vette be. És állítólag emiatt aztán meg is fúlt, bement a fürdőszobába, és ott. Ez tehát a legújabb verzió. Nagyon szépen köszönöm Komár Lászlónak. Elvis Presleyre emlékezünk. Rock and roll, not a hot top step, not a dungaree dot. I'm headed to the gym, to the sock hop mall. The gum and the cats are going wild. The minute I really send my day to the top. Az amerikai tömegkultúra mindig is mély vágyódást érzett a királyi fennség iránt. Talán a demokrácia ellenhatásaként, de mindig megtalálták azokat a személyeket, a mozi, a sport, a zene és a politika királyait és császárait, akiken kiélhették a királyteremtés és imádás vágyát. Ahogy Elvis Presley kitalálta öltözékét, kidolgozta szertartásait és növelte udvartartását, úgy adták meg neki egyre inkább a királynak járó tiszteletet. Mindig fehérbe öltözött, szikrázó ékkövekkel és fémekkel kirakva úgy ragyogott, mintha valami természet fölötti sugárzás áradna belőle. Pedig Elvis nem királynak született 1935. január 8-ára virradó éjjel a Mississippi állambeli Tupelóban. Apja szinte analfabéta mezőgazdasági munkás volt, aki a 15 dolláros díjat sem tudta megfizetni a szülést levezető orvosnak. Később sem dúskáltak a javakban.
és amikor a kis Elvis egy biciklire vágyott, a családnak csak egy gitárra kellett. Sohasem tanult zenét, a rádióban hallott számokat énekelgette. Különös, fantasztikus előadásmódja nagyrészt tudatlanságának és tapasztalatlanságának volt köszönhető. Elektroműszerésznek tanult, majd teherautósofőr lett. Gitárral kísért énekszámaival lépett fel ifjúsági klubokban. Első lemezfelvételét a véletlennek köszönhette. 1954. július 5-én a memphisi Sun stúdióban a felvételek szünetében Elvis elénekelt a később híressé vált behízelgő, a rossz nyelvek szerint szirupos hangján egy dalt, amely megnyerte a tulajdonos Sam Phillips tetszését. Ezzel indult el karrierje, amely az egekbe emelte. És hiába halt meg több mint 15 éve elhízva, kábítószerektől és alkoholtól felpuffadva, sírja és háza ma is zarándokhely. Egy Isten nem öregszik meg. You have me, dear, my turn blue, and I love you. Love me tender, love me true, for my dream. For my, I deserve, I love you. Thank you, thank you. You afraid of me? Love me tender, love me dear. Tell me you are mine. I'll be yours through all. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Hang loose, I'll be with you in a minute.